53. perc, megint baloldali akció, éppen a Puskás Akadémiától érkező Fábio ível középre, az öt és felesen belül pedig teljesen üresen érkezett Szilágyi Péter és kiegyenlít. Talán ez az a lélektanilag fontos gól, amire már nagyon számított Zorán Spisák. Két védő között robban be Szilágyi Péter, a kapus is a védőkre vár. Mindenkit megelőzött Szilágyi Péter.